Most itt van a telefonnál Csőke Csaba, szerbiai magyar újságíró, akinek már egyszer kértük a segítségét, amikor még csak tervezte a kormány a kerítés építést, most már megtörtént a teljes határzár. Milyen visszhangjai voltak ennek Szerbiában? Jó estét! Jó estét kívánok! Hát Szerbiában az emberek reménykednek abban, hogy ugye ez a határzár meg tudja irányítani, meg tudja fogni, illetve el tudja irányítani azt az embertömeget, ami sajnos ott most a magyar lakta településeken vonul át, illetve ott van az egyik végállomása. Úgyhogy ezt remélik az emberek még mindig, most kíváncsian várják, hogy mi lesz a folytatás, hogyan fog ugye a Magyarország lépni. Kíváncsian várják, hogy mi lesz a... Nem hallottam az utolsó szavait, bocsánat. Igen, kíváncsiak várják azt, hogy ugye ez a határ zár, ez mennyire tudja, mennyire lesz hatékony megfogni azokat az embereket, akik ugye tovább szeretnének vonulni Németország irányában. Hát sajnos alapján azt látjuk, hogy hatékony, tehát mi most itt folyamatosan mutatjuk a Reuters képeit, amelyek a szerb oldalról vannak fotózva, tehát azt az oldalát látjuk a határnak, ott rekedtek a menekültek. És hát szerb illetékesek már nyilatkoztak, hogy ezt egyedül Szerbia nem tudja kezelni, ezt a helyzetet, de vannak forgatókönyvek, hogy most ők nem juthatnak be Magyarországra, akkor velük mi lesz? Forgatókönyvek, legalábbis nyilvános forgatókönyvekről én nem tudok, forgatókönyvekről biztos, hogy beszéltek, hiszen itt azért a miniszterelnökök telefonon tudják egymás telefonszámát, úgyhogy biztos, hogy hallották egymást. Van forgatókönyv, illetve elképzelés arra, ugye, hogy Bosznián vagy pedig Horvátországon keresztül irányítsák Németország felé az embereket. Ugyanakkor ugye kérdés, hogy az osztrákok, illetve a németek mennyire keményen fognak föllépni akkor, amikor ez a több ezres tömeg odaér. Az embereknek az a fontos, hogy ne ugye ott az utcán ne ő előttük, mert például az, hogy lezárják az autópályát, az mindenkinek kellemetlenséget okoz. Kellemetlenséget okoz úgy az üzleti szférának, illetve kellemetlenséget okoz annak, aki éppen át szeretne menni mondjuk rá Magyar Kanizsáról Szegedre, vagy fordítva. Ugyanis vannak olyan emberek, akik ugyanúgy, ahogy az osztrák határnál, ugye a szomszédos államba dolgozik. Tehát kölcsönös Szegedről is jönnek Szerbiába dolgozni, igen, illetve fordítva. Hát kíváncsian várom, hogy a következő napok fejleménye mi lesz. Köszönöm szépen a tudósítást, viszontlátásra, viszonthallásra.